Most szeretném azokat majd kiszólítani, akik ugye elérték a kettes szintet. Akik a nevüket hallják, legyen szíves kifáradni. Bíró Erika, bírónő Ászoni Erika, gyere, légy szíves! Jaj, de jó! Nagyon jó! Még egyszer megkérdezem a neved. Bíró Lászlóné Erika. Köszönöm. Civil foglalkozásod? Lábápoló. Honnan jöttél, Erika? Budapestről. És ki segített a PPA-nál elérni neked ezt az eredményt? Leszek a Magdi, Szedlacsik Miklós és Marian, és te. Igen. Köszönöm szépen, és gratulálok. Köszönöm szépen. Gyere ide, Erika, addig, jó? Köszönöm. A következő, aki elérte, az Szokodi Géza. Bocsánat, ha nem jól mondom a nevét. Szakadi? Bocsánat. Szabó Csaba. Köszöntelek, és bocsánat, elnéztem a nevedet. Szakadi Géza. Köszönöm. Civil foglalkozásod? Generál építésvezető. Honnan jöttél? Nyíregyházáról. Ki segített a PPA-nál, hogy elérd ezt az eredményt? Hát elsősorban Markovni Kaszanyi Magdolna igazgatónő, és hát nem utolsósorban Szedlacsik Miklósnak a tanításai. Gratulálok hozzá. Gratulálok, és gyere, légy szíves ide. Tapsoljuk meg őket. Köszönöm. Szabó Csaba. Legyen szíves kijönni. Szia, köszöntelek. Neved? Szabó Csaba. Köszönöm. Civil foglalkozásod? Szakmám szakács felszolgáló, vállalkozó vagyok. Köszönöm. Honnan jöttél, Csaba? Rákóczi falváról. Szólok már. Igen, köszönöm. És ki segített a PPA-nál, hogy elérd ezt az eredményt? Sokat köszönhetek Hajagosné Erzsinek és Szedlacsik Miklós tanításainak. Köszönöm szépen. Gratulálok hozzá. Gyere, légy szíves, te is ide. Köszönöm szépen. Kiszólítanám Katikát, Horváth Jánosnét. Gyere, Katika! Igen. Neved? Horváth Jánosné. Civil foglalkozásod? PPH szervező és nyugdíjas. Mellékesen. Honnan jöttél? Magyar Hertelend. És ki segített a PPH-nál, hogy elérd ezt az eredményt? Magdi, Veszelka Magdi és a Szedlacsik házas pár. Nagyon köszönöm neki. Gratulálok hozzá, és további jó munkát. Köszönöm. Hóbe Janikót szeretném, ha kijönne. Tapsoljuk meg. Szia! Neved? Hóbe Janikó. Civil foglalkozásod? Olasz tolmács. Honnan jöttél? Szarvasról. És ki segített a PPH-nál, hogy elérd ezt az eredményt? Hát a Magdinak a türelme kellett, a veszek a Magdinak nagyon sok, és természetesen a Miklós tanításai, amivel időnként vitatkoztam, de ott a képernyő előtt. Jó helyen vagy. Türelme van a Magdinak, ne aggódj. Már, úgyhogy köszönöm. Köszönöm szépen. Gratulálunk hozzá, és sok sikert. Kaszab Gyula? Ezt nem tudom kiolvasni. Kaszab, az? Kaszab Gyula és társa, legyen szíves kijönni. Tapsolj! Szeretettel köszöntelek, neved? Kaszab Gyula. Civil foglalkozásod? Civil szervezeti vezető egyesületben. Honnan jöttél? Jászárokszállás.
És ki segített neked elérni ezt az eredményt a PPH-nál? Hát én úgy gondolom, hogy a égi segítőim először, és a párom. És nem utolsó sorban Veszelke Magdolna, aki mindenben segít, és támogat engemet. Gratulálok. Gratulálok. Nagyon jó helyen vagy, és nagyon jó, aki hátad megettál, és segít neked. És Miklós, ugyebár, a tanárunk is, a tanítunk. Köszönöm szépen, gyere, légy szíves. Jagodi Csatilla és párja. Újból kérem a színpadra. Egyszer már feltettem ezt a kérdést, de felteszem még egyszer. Neved? Aut Anett. Civil foglalkozásod. Képesített könyvelő, vállalati tervező és statisztikus. És honnan jöttél? Köszegről. És ki segített, hogy elérd ezt az eredményt a PPH-nál? A párom, Miklós, Marian és elsősorban Magdolna. És hát is a Zadél. Gratulálok hozzá, és további sok sikert kívánok. Igen, újra. Még mindig Jagodi Csatilla vagyok. Civil foglalkozásod? Még mindig felszolgáló. Honnan jöttél, Attila? Köszegről. És ki segített, hogy elérd ezt az eredményt a PPH-nál? Hát az Adél, az Anett, Magdolna. Gratulálok hozzá, és további sik sikert kívánok elérni. Most jönnének azok, akik elérték a hármas szintet. Szedmák Ildikó, legyen szíves, jöjjön ki. Gyere, Ildikó! Neved? Szedmák Ildikó. Civil foglalkozásod? Technikus vagyok. Honnan jöttél? Budapestről. És ki segített, hogy elérd ezt az eredményt a PPH-nál? Azt hiszem, hogy a föntiek segítségével. És nem utolsó sorba? Tedd a kis Miklóstól. Így van. Köszönöm szépen, további sok sikert kívánok. Légy szíves, állj be te is. Bíró Lászlóni, jaj, bocsánat, ő itt van. Erika, még egyszer. Elérted a hármast is. Ja, hogy ja. Köszönöm. Köszönöm, ennyi? Jó. Már nem tudom, mit értem el. Elérted a kettest, elérted a hármas szintet. Köszönöm. Mit mit tanácsolsz azoknak, akik ugye most kezdők, most kezdtek ide járni hozzánk? Mi az, amit mondanál nekik, hogy te mit fejlődtél, mit tanultál a Miklós tanításaiból? A felismeréseket, hogy mit rontottam el, és megoldást, hogy hogy javítsam ki. Ezt mind. És ezt köszönöm szépen. Nagyon jó. Nagyon jó, köszönöm szépen, és sok további sok sikert kívánok. Következő kis Tibor. Gyere, Tibor. Üdvözöllek! Neved? Kis Tibor. Köszönöm. Civil foglalkozásod? Villanyszerelő és vállalkozó. Kicsit hangosabban. Villanyszerelő vállalkozó. Köszönöm. Honnan jöttél? Budapestről. És ki segített, hogy elérd ezt a szép eredményt a PPH-nál? Szedlacsik Miklós, Marian, a szellemi segítők, angyalok. Nagyon jó, gratulálok. Köszönöm. Gyere. Szintén ugye megint visszatérnék. Nem tudom, hányszor fogok még visszajönni. Mit tanácsolsz? Már nem kérdezem meg ugyanazt. Mit tanácsolsz, akik ugye most kerültek ide, és szeretnének ők is fejlődni? Mit tanácsolsz azoknak az embereknek?
tanuljanak és kövessék a vezetőjük útmutatását. Igen, én is köszönöm szépen. Férjedet is megkérdezem. Én is mondjak valamit? Igen. Hát én azt mondanám, hogy tanuljanak a Miklóstól, fogadják meg a tanácsát, mert Miklós némelyik előadásában én is ezt az útmutatást követem, és így kerültem szorosabban a dolgokhoz, hogy Miklós mondta többször, hogy tanuljanak, mert aki nincs itt, az szívni fog, mint a boci. Ez így van. Gratulálok, és sok sikert kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen minden résztvevőnek. Legyetek szívesek akkor visszafáradni. Köszönöm szépen.